fal teljes keresztmetszete vízzáróvá válik, ezáltal nem tud följönni a nedvesség a kapillárisokon keresztül. A vízzáró réteg kialakítása volt az egyik legfontosabb feladat a Bartakovics Béla közösségi ház felújítása során. Így akadályozzák meg, hogy a későbbiekben dohosodjanak a falak. Belülről burkolják és festik is az épületet, valamint a villamos hálózatot is modernizálják, emellett több helyen új ajzatot készítettek, a közlekedőket pedig padlófűtéssel látják el. A hátralévő 3,5 hónapban kell, hogy befejezzük az épületet. Jelenleg a gépészeti és villamos alapvezetékek elhelyezése történik, valamint a festő előkészítő munkák, lettelés, alapmázolás van folyamatban. A fejlesztésnek köszönhetően akadálymentes lesz a több mint 30 éve felújított épület, amelyben egy liftet is kialakítanak. Továbbá a nyílászárókat kívül belül egyaránt korszerűbbre cserélik.